A most következő filmből egy mondatot kiemelek, egyértelműen hírértéke van. Parag László arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben nem kéne jelképesen eltekinteni a kötelező kamarai tagdíjtól, azt válaszolta, hogy kötelező kamarai tagdíj nincsen. Csak egy úgynevezett kötelező regisztrációs díj, ami olyan kevés, ugye évi 5000 forintról beszélünk, hogy aki ezt nem tudja megfizetni, az ne vállalkozzon. Mindez persze azért nagyon érdekes, mert Parag több javaslatát részben vagy egészben magáé tette a kormányzat, de ezt eddig nem javasolta, és ezek szerint nem is fogja. Csak harmadházzal játszhatnánk, körülbelül úgy néz neki a nézőtér, mint ahogy mi itt most ülünk. Nagyon várjuk a látogatóinkat, őket reméljük, hogy minél előbb és egészségben tudnak bennünket felkeresni. Bezárt színházak, múzeumok, állatkertek, mozik és vendéglátóhelyek. Mindenki próbál túlélni, de nyitás nélkül egyre nehezebb. Meddig bírja még az ágazat a zárást? Én azt gondolom, hogy percekig. Ha üzleti szemmel nézzük a vállalkozásomat és csak számok alapján próbálnánk rátekinteni, akkor már rég le kellett volna húznunk a rolót, de hogy ez egy szerelem is. Múlt héten is bemutattam önöknek több vállalkozót, aki már nagyon nehezen bírja anyagilag, pláne, hogy a kormányzati támogatások is akadoztak. Az egyre feszültebb helyzetet a kormány is érzékelte, ezért átalakította a támogatás kifizetését. Egy utófinanszírozásos rendszert gondoltunk el, ez nem volt szerencsés, ezt most megváltoztattuk, most előlegbe kifizetjük azt, ami jár, aztán majd utána elszámolunk, mert az idő itt most fontosabb talán minden másnál. Tehát ezt a rendszert megváltoztattuk, jó esély van arra, hogy február hónap során azt is, ami február hónapra jár, meg mindent, ami a korábbi hónapokra jár, de nem kaptak meg, készhez vehetik meg. És a kaszinót miért nem zárják be? Az ötödik kerületet nem fertőz? A kozmetikusoknál, fodrászoknál? A támogatás sokaknak már nem elég, nyitni akarnak, mert azt mondják, anélkül nem bírják már tovább. Több ellenzéki politikus is felkarolta a nyitás témáját. Újhelyi István és a Momentum is hasonló kezdeményezésekkel él. 10 óráig lehessen kimenni, hogy aki hazaér a munkából 8 előtt 10 perccel, az is lemenne futni vagy sétálni a párjával. Zárjanak be az üzletek 9 órakor, 7 óra helyett. Ne zsúfolódjon össze az a sok ember ott 7 előtt munka után. A vendéglátóipar vagy a vendéglátó helyeknek a terasszait, azt nyissuk meg. Most is tök jó idő van, süt a nap, én szívesen kiülnék egy kávéra vagy egy teára, és 50%-os kapacitással például. Ez segítene az embereknek is, meg a vendéglátásban dolgozóknak is. Nyissuk meg a mozikat, a színházakat, a könyvtárakat, múzeumokat, megint csak 50%-os kapacitással. Itt minden egyben van, hogyha itt körbenézünk, akkor itt van egy vadaspark, amelynek minden egyes négyzetmétere kint van az erdőben, a szabad területen. Nyugodtan újra lehetne nyitni, hogy kiszabadulhassanak az emberek, sétálhassanak, bemehessenek. Itt van egy kalandpark, amit most tavasszal, de még ilyen időben is, amiben most itt állunk, nyugodtan lehetne használni, semmilyen járványügyi veszélye nem járna. És itt van mellettünk egy étterem, sőt több is, teraszokkal, kerthelységgel, ahol melegítők, hősugárzók mellett nyugodtan meg lehetne inni egy kávét, egy teát. Minden egybe van ahhoz, amiről én beszélek, hogy egy okos, átgondolt nyitással, járványügyi védekezési szabályok megtartásával adni lehetne életesét a vállalkozások egy részének, és egy kiszabadulási lehetőséget a társadalomnak, pénzt vagy életet. Én erről beszélek, és itt most minden zárva van. Nagy bejelentéseket vártak a miniszterelnöktől, pénzügyminisztertől és az iparkamara elnökétől sokan. A nemzeti konzultáción kívül egyetlen új ígéretet tett a miniszterelnök egy új hitelprogramra. 10 évre. 10 millió forint erejéig 0%-os hitelt nyújtunk,
azoknak a kis és középvállalkozásoknak, akik a gazdasági újraindítás lehetőségeivel egy kezdő összeg nélkül nem tudnának élni. Másnap jelentette be Gulyás Gergely, hogy a bérleti díjak elengedésével is segítik a vendéglátóhelyeket. Állami és önkormányzati ingatlan után étteremnek, kávézónak, konditermeknek február 1-e és május 31-e között nem kell bérleti díjat fizetni. Vagyis a parkolási díjak eltörlése, az iparűzési adó felének az elengedése után egy újabb olyan javaslatot tett a kormány, amely igazából az önkormányzatokat terheli. Önnek sok javaslata volt, és láthatóan önre hallgat is a kormány vagy a kormányfő, többet meg is fogadott. Az nem merült föl gesztusként, hogy például a kötelező kamarai tagdíjat, azt az 5000 forintot, ami lehet, hogy nem olyan sok, a bajba jutott cégek ne fizessék? Hát először is a javaslatok nem az enyémek, hanem a gazdasági szereplőké. Mi ezt összegyűjtjük, szintetizáljuk, és megpróbáljuk megfelelő sorrendbe és módba állítani, és ezt adjuk át a kormányzatnak. A kamarában nincsen kötelező kamarai tagság, egy 5000 forintos regisztrációs díj van, ami, ha belegondolunk, egy olyan kicsi összeg, ami egy vállalkozás tekintetében, ha valaki nem tud egy év alatt 5000 forintot kifizetni, akkor ne menjen el vállalkozni. Az embernek, hogyha a villamos levágja a fél lábát, akkor egy idő után meg úgy fog élni, és teljes életet fog élni. Budapest egyik meghatározó gasztroarca Kovács Kristóf a Dériné tulajdonosa. Szerinte, bár persze mindenki könyvel el kisebb vagy nagyobb veszteségeket, ez a válság túlélhető. Egy tisztességes, normális tartalékolás mellett, és egy nagyon-nagyon kemény, megfeszített munka mellett ezt a válságot, ezt könnyedén át lehet vészelni, ennél sokkal nagyobb baj lehetne. A veszteségeket, azt mondja Kovács Kristóf, ha körülbelül 30%-kal mérsékli az állami támogatás. De csak arra bazírozva biztos, hogy nem lehet túlélni. De szerinte egy jó vállalkozás nem is így működik. Mindenki a saját, hogy mondjam, szerencséjének a kovácsa, tehát mindenki készülődik folyamatosan. Azt gondolom, hogy egy vállalkozásnak, egy családnak mindig úgy kell élnie, hogy mindig a nem ismertre készül föl. De Magyarországon a családok jó része az egyhavi tartalékkal nem rendelkezik. Szerintem azért amit bevallanak, meg van, amit nem vallanak, de szerintem mindenki azért, tehát minden okos és minden, hogy mondjam, jól gondolkodó család megpróbálja akkor egy picit meghúzni a nadrágszíjat, amikor minden jól megy, hogy legyen egy kis tartalék. Parag László szerint sem lehet mindenkit megmenteni. Ha valaki, ugye ez a másik kritika, hogyha kap ugyan 50%-os bértámogatást, de hát mi van azokkal, akik az 50%-ot se tudják már kitermelni? Tehát ehhez ugye az kell, hogy a másik felét ő hozzárakja. Erre mondtam azt, hogy a gazdaság végtelenül színes. Tehát nem tudja vállalati szinten, ugye minden jogszabályalkotás az arról szól, hogy egy algoritmust kell felépíteni, egy szabályrendszert kell felépíteni. És persze ebből a szabályrendszerből van, aki kimarad, van, aki meg duplán hasznosul, vagy dupla hasznot húz. Na de aki kimarad, az lesz ott a hősök terén. Én ezzel nem számolok. A tiltakozásokkal? Mm. A miniszterelnöktől is sokat hallani azt az érvelést, hogy foglalkoztatás szempontjából sikerült jó szinten maradni a Magyarországnak. 2020. decemberében ugyanannyian dolgoztak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor egyre több közgazdász hívja fel a figyelmet arra, hogy például a katások miatt nem látszik, hogy valójában mennyien vannak azok, akik nem dolgoznak. 2020 második negyedévében a dolgozók 7%-a például úgy volt foglalkoztatott, hogy egy órát sem dolgozott. Nagyon sok a úgynevezett lappangó munkanélküli. És hogy becsapósak az adatok. És hogyha nem látjuk feltétlenül regisztrálni azt a munkanélkülit, akkor lehet, hogy rossz lesz a gyógyszer is, amit adunk. Ez kétségtelen, de ez máshol is igaz. Tehát ha az európai országokat nézzük, akkor a statisztikai módszerek azok jellemzően azonosak. Tehát, hogyha nálunk van egy rejtett hiba, vagy egy lapangó hiba a rendszerben, az ugyanúgy megvan az osztrákoknál is, vagy a németeknél is. Csak más módszert választottak az osztrákok, nem, ők azért jelentősen alapvetően több a statisztika... pénzt juttattak direktbe oda. Hát, de ezt meg is fogják bánni.
ezt kell látni, hogy a vendéglátósok, a turizmusipar tényleg elért a falig. Tehát itt ne nincs tovább. Tehát most már az egykori buli negyedben, ha azt mondom, hogy az ott korábban meglévő vendéglátóipari egységeknek a több mint a 40%-a biztosan tönkrement, tehát hogy nem tudja újrakezdeni, akkor még mindig keveset mondtam. Niedermüller Péter szavai, ha igazak is, Parag László és Kovács Kristóf szerint egyáltalán nem biztos, hogy bajt jelentenek. A szakma tisztulása az ennek a válságnak az egyik legfontosabb hozadéka lesz. A szakma akkor tud tisztulni, hogyha azok a vállalkozások, amelyek ilyen kérészéletű módon épp ott csak a haszon húzásból próbáltak megélni pont a turizmusból, azok egyáltalán nem baj, hogyha eltűnnek. Egybecseng Kovács Kristóf mondata az iparkamara elnökének gondolatával. Szerinte is egy nagy átrendeződés jöhet. Korábban is voltak problémák, de ezek most jöttek ki ilyen élesen, ilyen látványosan. Ezek tehát összetett... tisztulás lesz? Átalakulás. Átalakulás. Tehát ahogy a turizmust említettem, ez a buli negyed sztori, ez nem lesz fenntartható. Erről ki fog derülni, hogy ez egy idő után már nem működik. Holott rövid távon ez egy óriási befektetés lehetett, és véletlenül nagyon-nagyon sok pénzt hozott. Van viszont több olyan szektor, a színházak, mozik, múzeumok vagy állatkertek, ahol nem a tartalékolástól függ az életben maradás, és ahol nem biztos, hogy a gazdasági szempontok a legfontosabbak a működésnél. A művészeti ágakon biztos, hogy csak a nyitás tud már segíteni. Most csak online lehetett például megnézni, hogy meglátja-e Balu az árnyékát, de a tavaszi újranyitás már bizonyította, hogy biztonságosan lehet üzemeltetni például az állatkertet. Szeretnénk, hogy a teraszok működjenek, szeretnénk, hogy a belső terek működjenek, de azt azért elmondom, hogy annál rosszabb nincsen a szektornak, hogyha úgy nyitják, úgy oldják fel a korlátozást, csak hogy este 6-kor be kell zárni, és csak a teraszon lehet működni. Na, akkor a jelenlegi veszteségeinket sikerülne rögtön meg is duplázni. A vendéglátóhelyek jó része ugyanis épp az esti forgalomból, az alkoholfogyasztásból tartja fenn magát, nem a reggeliből, meg az ebédből. Vagyis a nyitásnak a mikéntje sem mindegy. Ezért akar most a kérdésről a kormány is egy online nemzeti konzultációt tartani. De úgy tűnik, attól függetlenül a nyitás már eldöntött. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, akkor legalább két ütemben, március 1-től és április elejétől részleges nyitásra sor kerülhet. Ahogy egy kis jó idő van, megtelnek a parkok, kirándulóhelyek, egyre kevésbé lehet otthon tartani az embereket. És egyre többen teszik fel a kérdést, hogy vajon mennyivel veszélyesebb egy teraszon biztonságos távolságban ülni, mint zárt bevásárlóközpontokban, vagy épp tömegközlekedésen zsúfolódni. Ön mit gondol erről? Szabályozott keretek között megindulhatna már a teraszokon a vendéglátás? A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.